Sokan hazalátogattak a Herényi Virágút rendezvény sorozatára, így a közismert televíziós személyiség Szili Nóra is, aki a rendezvény háziasszonyi feladatait is vállalta. Mindig nagyon, hogy megdobban a szívem, ha hazajövök, és a virágokat meg talán jó ember vagyok, mert nagyon szeretem. A kulturális programkavalkád ünnep a herényiek számára. Erről, valamint a szombathelyi kertészeti hagyományokról is beszélt köszöntőjében a polgármester. Együtt ünnepeljük azt, hogy a virág alapjában véve a jövő. A virág az, ami nekünk örömet okoz. A virág az, amellyel másoknak igyekszünk örömet okozni. Virágot termeszteni az ugye egy olyan dolog, amihez türelem kell. Türelem kell, optimizmus kell, és mindenképpen fegyelem kell. Sétálva vagy a virágvonaton zakatolva is körbenézhettek a látogatók a virágúton. Egy kilométeres szakaszon 35 standnál lehetett virágot, dísznövényeket vásárolni, elsősorban a helyi kertészektől, kertészetektől. A legfőbb cél az volt, hogy a herényi kertészeteket megmutassuk a nagyvilágnak. És különösebb nagy marketinges lehetőségeink nem voltak, de azt gondolom, akik ide kilátogattak az első években, azok mindig szájról szájra adták a hírt, és azt mondják a marketinges szakemberek, hogy a szájról szájra adott hír az a legjobb. Herényben már az 1730-as években Gotthárd Jenő, a híres csillagász nagyapja, botanikai kísérleteket végzett a melegházában. A városrészben azóta is generációk foglalkoznak kertészkedéssel, és a közelben helyezkedik el az 1891-ben alapított Kámoni Arborétum is. Egységnyi területen számos, jóval több vállalkozás van, ebben a profilból, mint bárhol máshol. Fontos az ő létük, megerősítésük, ezt szolgálja ez a fesztivál is. A virágárusok mellett kézműves kirakodóvásár, enni és innivaló, számos szórakoztató program is várta a látogatókat a 15. Herényi Virágúton.